A hadi állapot ellenére folytatódik a kárpátaljai labdarúgó bajnokság. A csapatok lejátszották a nyolcadik forduló mérkőzéseit. Ungváron az Onokóci kistérségi felsőligás Medea a csapi lokomotívot fogadja. Ruszlán Soszkida volt eredményes. Ezután a 13. percben a lokomotív Volodymyr Boiszkó révén egyenlített. A 32. percben Ruszlán Soszkida újra vezetéshez juttatta a csapatát. Mindössze 6 perccel később a vasutasok szabadrugása után Maxim Taraszov értesített egy kipattanó lövést. Mindössze 6 perccel később, a vasútasok szabad rúgása után, Maxim Tarasov értékesített egy kipattanó lövést. Ami a mai meccset illeti, nem vagyok elégedett néhány dologgal. Azt mondtam a meccs előtti eligazításon, hogy a lokomotív keményen küzdeni fog, igyekezni fognak a fiatal játékosaik, bizonyítani akarnak majd. A második félidőben megmutatkozott az onokóciak jobb felkészültsége. Az 54. percben a Medea gyors támadása Mikola Janda jól eltalált lövésével ért véget, kozó végén pedig Rutlán Soszkida mesterötöst ért el. Az első félidőben szerzett két góljához a tapasztalt játékos még hármat lőtt, a 79., 86. és 88. percben. A végeredmény 6-2 lett a Medea javára. Szerintem az erőn léte volt gond, sajnos hiányzik a teljes értékű edzési folyamat. A mérkőzés végére elfogyott az erő, ráadásul a cserék sem a legjobban sikerültek, összességében viszont nem volt rossz meccs. Az A, B és D csoportokban lejátszották a nyolcadik forduló mérkőzéseit, míg a C csoportban eddig az ötödik fordulónál tartanak a csapatok.